Szőlősi Dávid műfordító a Te vagy a fény az éjszakában című dallal nyitotta meg Droflev Zoltán könyvbemutatóját a Vörösmarty Társaságnál. Az Életmozaikok című alkotás az író legjelentősebb pillanatait mutatja be, egyben emléket is állít volt felesége előtt. A feleségemre emlékezem, és egy kicsit a harag is munkált bennem, mert egy megbecsült, igazán jó fogorvosról semmilyen megemlékezés nem történt a sajtóban. És én vártam egy pár hétig gyakorlatilag, és semmi nem jelent meg. És akkor gondolkoztam, hogy mit évő legyek, és akkor határoztam el magam, hogy egy regénnyel örök emléket állítok neki. Az író elárulta azt is, a könyv megírása egyben egy gyógyír és feldolgozás is volt számára, hiszen ahogy mondta, minden bajból van kiút. Az esemény házigazdája ezúttal P. Maklári Éva volt. Aki úgy érzi, hogy a gondviselésnek nagyon fontos szerepe van az ember életében, mert Droplev Zoli erre hivatkozik állandóan, és az ő hitére, ami tulajdonképpen hol elhagyta, hol nem, de mindig kapaszkodott bele, és akkor is kapaszkodott, amikor már úgy érezte, hogy rettenetesen nagy bajok vannak. És mindenki, aki hasonlóképpen gondolkodik, vagy az életében jobb és keservesebb dolgokat is megélt, nagyon meg fogja érteni ezt az emlékező könyvecskét. A Vörösmarty Társaság alelnöke hozzátette, a most bemutatott alkotás vigaszt nyújthat mindazok számára, akik hisznek az örökké valóságban.